Majd Lili. Még középre lehet tenni. Na, és ezt meg rá lehet lőni. Tamók, és meg is van. Majer. Nagy Lili. Kapja vissza, és teszi tovább. Diószegi. Hely, de szép játék volt. És ott is van. Tamók, jó meglátás. Surina el lehet lőni, nem ő inkább beteszi. Gyönyörű játék. És egy újabb gól. Diószegi íveli középre. És be is pattan a kapuba. Diószegi. Ezt akár egyedül is meg lehet oldani. Diószegi, így de szép gól! És ez így még akár jó is lehet. Így is van. Ez még a miénk lehet, és ott a lövés, ott a gól. Te mennyire voltál elégedett magaddal, magatokkal? Hát igen, nyilván az az egyik legfontosabb, hogy hogyan muzsikál a csapat, hogyan néz ki az egész mozgásunk, védekezés, támadás és minden egyéb. De ez már az öltözőben is ki volt hangsúlyozva, hogy azért nagyon fontos az, hogy győzzünk. Nyilván ez az egyik legfontosabb dolog. Hát, hogyha most az ember ránéz az eredményre, akkor azt látja, hogy 6-0, az egy sima meccs. Egyébként én a pályán belül is mindenféle nagy képviség nélkül én azt éreztem, hogy igazából egy percig nem volt kérdés az, hogy ki fogja megnyerni ezt a mérkőzést. Úgy láttam, hogy te azért bátran mersz lőni, mert azért volt még egy-kettő olyan lövési kísérletet, hogy így a 16-oson kívülről is elvállaltad. Köszönöm szépen először is. Igen, talán mondhatni, hogy ez az egyik erősségem, hogy azért elég jó a lövöm, így akár 16-oson kívülről is, vagy 20 méterről. Igyekszem ezt kihasználni, és majd a bajnokság során is minél többet kamatoztatni ezt az erősségemet, hogyha lehet így mondani. Nyilván ennek az egyik legfőbb előkészítője az az, hogy olyan helyzetbe kerüljek, hogy tudjak lőni, és legyen olyan pozícióm. Te mennyire vagy elégedett? Úgy gondolom, hogy a csapatjátékunk egész rendben volt. Azért az ellenfél egy kellemes ellenfél volt, tehát hagyott minket játszani. Inkább azt próbáltuk meg gyakorolni így a mérkőzés alatt, hogy a játékszervezés, illetve a játék felépítése a befejezéséig minél jobban működjön. Ott azért a végén akadtak hibák, sokszor kerültünk a szélén mögéjük, de a beadásokra, illetve az érkezésekre nem jól sikerült hasznosítanunk azokat. De ez volt az első felkészülési mérkőzésünk a téli időszakban, úgyhogy elégedett vagyok.